Tisztelt képviselőtársaim, az MSZP képviselőcsoportjának vezérszónoka, Mesterházi Attila képviselő úr. Parancsoljon, képviselő úr. Nagyon szépen köszönöm, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim. Hallgattam Nacsa képviselőtársamat, hogy tulajdonképpen, sőt nem csak hallgattam, próbáltam megérteni is és értelmezni is a szavait, ezt ajánlanám önnek is, hiszen arról beszélt, hogy itt lefolytattunk olyan vitát már, ami arról szólt, hogy a segélyezés helyett önök munkahelyeket akarnak teremteni. Most már 28-szor is én személyesen is elmondom, hogy ilyen vitát nem folytattunk le, a vita az arról szólt, hogy kellene segíteni azoknak az embereknek is, akik elvesztették az állásukat, és 3 hónap alatt mégsem sikerül nekik munkát találniuk, vagy munkahelyet teremteni. Mi ezekről az emberekről beszéltünk, nem pedig segélyalapú, meg munkaalapú, meg nem tudom milyen alapuló társadalomról. Értem, hogy önnek ez van megírva a kommunikációs kliséi közé, és ezt kell itt állandóan hajtogatnia, de szó sincs arról, az ellenzéknek ilyen típusú javaslata, legalábbis az MSZP-nek egészen biztosan nem volt, csak ők ezt is tegyük egy pillanatra tisztába. Azt is tegyük tisztába, hogy itt beszélt a saláta törvényről, és úgy fogalmazott, hogy a vírus járvány tapasztalatait szűri le ez a mostani javaslat, ezért önök nagyon támogatják. Utána rögtön mondott egy-két példát, ami pontosabban nem lehetett megérteni azt, hogy mi ebbe a tapasztalat. Tehát az, hogy mondjuk egy sportrendezvény rendezését a sportért felelős minisztériumtól elveszik és odaadják egy másiknak, ez milyen vírushelyzet alatti tapasztalat vezetett ehhez a kérdéskörhöz, vagy hogy adott esetben a kisajátítások helyzetét, vagy arról szóló szabályzást megváltoztatják, vagy az adott esetben a vagyonkezelő alapítványoknak a működését megváltoztatják. Nem hiszem, hogy ez 2 hónap alatt voltak olyan tapasztalatok, amik. Tehát én azt gondolom, hogy megint arról van szó, hogy van valóban 1-2-3 pont ebben a saláta törvényben, ami vonatkozhat a járványügyi helyzet idejére, vagy az abból fakadó kérdésekre, de aztán összességében 14 törvényt módosít ez a javaslat, és úgy látjuk, hogy ebben számos olyan van, ami semmiféle sietség okán talán nem éri meg idehozni a parlamentbe. Arról nem is beszélve, hogy az egyik részét ennek a törvénynek kivették a TAB ülésén, mégpedig a plakát törvénymódosítását. Ezt azért akarnám csak idehozni, mert nagyon érdekes volt az érvelés, hogy miért veszik ki ebből a saláta törvényből ennek a plakát törvénynek a módosítását. Az érvelésük úgy hangzott, hogy túl gyors a folyamat, nem tudtak a szektor szereplőivel kellő mértékben egyeztetni, azért leveszik napirendről. Akkor hadd ajánljak egy másik intézményt az önök figyelmébe, ez a Filmművészeti Egyetem, Filmművészeti Egyetem. Ők pont ezt mondják, hogy túl gyors a folyamat, nem volt elég idejük egyeztetni önöknek velük, ezért azt javasolnám, hogy akkor ezt is vegyék le napirendről, és egyeztessenek a szektor képviselőivel egy kicsit hosszabban, mert látható módon, úgymond a szektor képviselői nem érzik úgy, hogy velük egyáltalán egyeztettek volna bármiről is, különösen úgy, hogy annak tartalmi következményei lennének, amiben azt érteném ez alatt, hogy az érdeküket tudnák érvényesíteni. Tehát ha a plakáttörvény megérdemli ezt, akkor azt gondolom, hogy egy ilyen nagyhírű intézmény egészen biztosan szintén megérdemli azt, hogy hosszasabban és részletekben menően egyeztessenek az ő személyes sorsukról. Most néhány pontot hadd emeljek ki és még egyet mondott, hogy a privatizációt emlegette itt ön. Hát akkor hadd ajánljam még azt a figyelmébe azt a mondatot, hogy a közpénz elvesztette közpénz jellegét, csak azért, mert a Magyar Nemzeti Bank áttette egy alapítványba, amit aztán utána mindenki más még olyan hivatalos szervek is kimondtak, hogy a közpénz nem veszti el közpénz jellegét. De ha ma már ön azért kritizálta a korábbi kormányokat, hogy privatizáltak, önök pedig hát nem privatizálnak, hanem egyszer rabolják a közvagyont, nem hiszem, hogy ez sokkal jobb helyzetet eredményez, függetlenül attól, hogy ön mit gondol, meg hogyan akarja ezt kommunikálni. Mint hogy azt is nagyon nehéz megmagyarázni, hogy miért gyengítik tovább a sporttal foglalkozó minisztériumot, miért gyengítik tovább államtitkár asszonyt. Itt volt az előző pont vitájánál, azt gondoltam, hogy esetleg itt marad és részt vesz ebben a vitában, hiszen újabb jogosítványokat vonnak el tőlük. Azt nehéz feltételezni, hogy az a szerv, az az államigazgatási szerv, amelyik az elmúlt 30 évben
számos világversenyt rendezett Magyarországon, függetlenül attól éppen milyen kormány volt, ahol olyan kollégák dolgoznak, akik ezt meg tudták szervezni nem egyszer, hanem százszor, akkor most hirtelen miért kell elvenni ezeket a nagy rendezvényeknek a rendezési felelősségét, jogát, pályáztatását ettől az államtitkárságtól? Nem tudok mást feltételezni, mint hogy az ok az, hogy itt nagyon sok infrastruktúrális fejlesztésről van szó, tehát nagyon sok pénzről van szó, és talán ott, ahova kerül ez a mostani jogosítvány, ott nagyobb a bizodalom, és talán jobban fogja tudni kezelni ez az új állami közigazgatási szereplő felelős a haveroknak a kéréseit, hogy mindig mindenhol Mészáros Lőrinc, meg az önök által kijelölt emberek nyerhessenek infrastruktúrális fejlesztésbe, hogy vehessenek részt a pénzek elköltésében. Tehát én úgy látom, hogy emögött egészen biztosan pénz van megint, valamilyen olyan pénzügyi művelet, amit bizalmasabb körbe szeretnének kezelni. Ugyanez a kérdés, és ebben kérdezném államtitkár urat is, megtisztelne azzal, hogyha nem várná meg a vita végét, de ha megvárja és akkor reagál rá, akkor azt is megköszönöm, hogy mi változik a kisajátításoknál? Tehát az van leírva, hogyha jól értettem a törvény szövegét, hogy már folyamatban levő projekteknél is lehet ezt érvényesíteni, tehát hogy érintett folyamatban levő ingatlanoknál is, hogy melyek ezek az ingatlanok, vagy mi indokolta ezt a módosítást. Ebben most teljesen semlegesen kérdezem, lehet, hogy valamit nem értettem meg, vagy nem jól értelmezek, de nekem ez értelmetlennek tűnt ez a mostani változtatás. Az indoklásból se derült ki, hogy miért kell a kisajátítások folyamatán bármilyen formába változtatni, és hogy melyek lehetnek azok az ingatlanok, ingatlan együttesek adott esetben, amelyek már most érintettként ezzel a törvény hatájával alá esnek, és ha van ilyen, akkor ott milyen kisajátítást tervez a kormány, ami ilyen törvénymódosítást tesz szükségessé. A harmadik, amit még szeretnék megemlíteni, ez a vagyonkezelő alapítványoknál, itt a mi értelmezésünk szerint sokkal átláthatatlanabb lesz a helyzet, mint ami korábban volt. Éppen ezért ez sem a, úgymond a transzparenciát, meg a könnyebb eligazodást segíti egészen biztosan. Itt is óvatatlanul az ember, hogy a fejében csiling az a kis csengő, és azt mondja, hogy valószínűleg itt is van valami olyan vagyonátadás, van olyan vagyoni trükk, ami az önök gazdasági, pénzügyi érdekét szolgálja. Éppen ezért már csak emiatt sem tudja természetesen az MSZP támogatni ennek a törvénymódosításnak szinte egyetlen egy pontját sem, vagy legalábbis így saláta törvényként egészen biztosan nem. És még egyet hadd emeljek ki, ez a Matthias Corvinus kollégium, aminek olyan mértékű támogatást adnak, ami elképesztő, hiszen látható módon egy önök számára kedves személyek alapították ezt a felsőoktatási intézményt, és látható módon az ő problémájukat anyagilag nagyon hosszú távra szeretnék nagyon gyorsan megoldani, és hogyha ez nem a kivétel lenne, hanem a szabály, akkor nem is lenne ezzel gond, tehát magyarul, hogyha az összes többi magyar felsőoktatási intézményt ilyen módon erősítenének meg, ekkora anyagi potenciállal, mint amit most mögé tettek, e mögé az intézmény mögé, akkor azt gondolom, hogy mindenki boldog lenne a magyar felsőoktatásban, de úgy, hogy ez csak egy haveri intézménynek szóló támogatás, így egészen biztosan ebben a formában így ez elfogadhatatlan. Úgyhogy mások ezek miatt, az érvek miatt is azt kell, hogy mondjam önnek, hogy a Magyar Szocialista Párt frakciója ezt a saláta törvényt ebben a formájában így nem fogja támogatni. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen, képviselő úr!